háború után a Kisgazdapártnak volt elég magas beosztású vezetője. Aztán belépett a kommunista pártba is, és ezért szidják. Ezért akarják megszüntetni az Erdei Ferenc tér nevét. Erdei Ferenc az zenész, nem? Vagy ilyen Erdei Ferenc. Nem tudom. Arról egy tér is itt elnevezve Makón, ő politikus volt. Politikus volt. És a Károly Mihály? Hát azt nem tudom. Ismerősek a nevek, de nem. Nem tudom. Erdei Ferenc tér van. Más nem. Erdei Ferenc, hát az iskola, vagy a kollégium. Ja, tényleg, még a kollégium. De úgy különösen nem nagyon tudok róla semmit. Meg a tábla. A tábla, kint van a tábla. Hát ott az Erdei Ferenc téren. Nem, ott a szobra van, hanem kint a tábla a házban, ahol lakott. Ja, tényleg. Mert nagyon jó országgyűlési képviselő. És nagyon haragszom, hogy most a nevit eltüntetik. Aki ingyen és bérmentve járt testre, nem ilyen horribilis pénzökért, mint a mostani. Ennyi a véleményem. És itt tudja, hogy Marosmenti településünkön mik viselik a nevét? Annyira nem, de ismertem meg, szeretem Erdei Feri bátyánkat. A szobra van. Tudom. De Erdei Ferenc tér is van, tehát azt most hallottam, hogy elveszik, valami más nevet adnak neki. Erdei Ferenc az a politikus és államférfi volt, hozzájárult még a sport fejlesztéséhez. És Károlyi Mihály, gróf Károlyi Mihály az a Magyarország miniszterelnöke volt az első világháború után, miután meggyilkolták gróf Tisza Istvánt. Megkérdezhetnénk-e öntől, hogy tudja, hogy ki volt Erdei Ferenc, illetve Makónit mi viseli a nevét? Ki? Erdei Ferenc, hogy ki volt? Nem tudom. Valamikor régen, egy elég jó politikus, meg nyilván tán, hát nem színész volt, hanem író, úgy tudom. Ennyi. Van róla elnevezve ugye tér is Erdei Ferencről. Ennyi. Köszönöm. Esetleg arról mit gondol, hogy ugye most tervezik, hogy átnevezzik mondjuk azt a teret, amit az ő neve visel, mondjuk egy másik névre, erről mi a véleménye? Hát nem tudom, hogy ki volna az, akire át szeretnének azt a nevet változtatni, de szerintem jó volna, ezek a régi öregök maradnának úgy, amikor megválasztották, illetve nem, hogy megválasztották, hanem annak a bizonyos térnek az ő nevére megadták a tiszteletet. Szerintem jó volna maradna úgy, ahogy van. Itt lakott az erdei, a Vasas pályánál. Ennyit tudok. Esetleg tudja, hogy itt Makón mi viseli a nevét? Hogy? Mit neveztek el róla? Hát teret is. Iskola. Más nem tudom. Ennyit tudom. Esetleg olyan kérdésem lenne, hogy most terbe vették, vagy vannak olyan gondolatok, hogy meg kellene változtatni azt a teret, például, ami az ő nevét viseli, ugye, mert az egykori rendszerhez kapcsolódik, hogy ön szerint ezt meg kellene változtatnia, vagy sem? Nem, miért kellene? Szerintem jó az úgy. Úgy szoktam meg a nép is, meg hát nem volt az rossz ember.